reggel, viattám! Szevasztok, papikáim, üdv a csatornánk! Éppen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22 100 év a mezőgazdaságban videósorozat következő részeivel! Hát ezt elmondani egyébként nagy levegővel kell nekiállni, mert különben a keeper nem ér a mondat végére. De ezen kezd a 29-et írunk, és először edukációs dologról essen szó. 1929-ben, ami leginkább meghatározó volt így a világra, és leginkább a világgazdaságra, ez nem volt más, mint az úgynevezett fekete csütörtök, ami 1929. október 24-én indult New Yorkban, a Wall Street-en. Igen, itt kezdődött az első gazdasági világválság, ami hát nagyon durva hatásokkal gyűrűzött be, és leginkább talán azt mondanám, hogy ez volt az egyik meghatározó történelmi esemény, ami megint előbbre lendítette azt, hogy sodródtunk mi a második világháború felé. Ugye Németország megsínylett az első világháború utáni szankciókat, így már alapban nem nagyon virágzott a német gazdaság, ugye vissza kellett fizetni a kártérítést, és ez még egy ok volt, hogy a szélső jobb hatalmat és teret nyerjen még inkább. Még egy ok volt, hogy Hitler előbb-utóbb ugye hatalomra kerüljön, és a második világháborúval megtettük a következő lépést, vagyis a németek megtették. De hogy valami vidám dolgot is elmondjak, kiosztották a legelső, vagyis megrendezték az legelső Oscar gálát. Látjátok, már 100 éve díjazzák így a filmeket, ez azért egy vidámabb dolog. De foglalkozunk egy kicsit a mezőgazdasággal, és szándékosan mondok mezőgazdaságot, mert ebben a részben szeretnék mezőgazdálkodni is. Figyeljetek, legelőször elindulunk valamit csinálni, és akkor utána majd közben mondom, jó gyerekek? Közben beállítottam, képzeljétek el, hogy most már normálisan működjenek ezek az irányítások. Szóval most már talán frankó lesz minden. Egyébként írtátok, igen, hogy etessem az állatokat, mert annyira nem lesz nekünk vidám dolgunk. És oda nézzetek! Kettes tudok kapcsolni és hármas tudok kapcsolni. Végre megtörtént ez az esemény, ugye gyerekek? Azért ez egy baráti dolog, és ugye akkor tudunk repeszteni ezekkel a traktorokkal is. Viszont hoztam én néhány új eszközt és traktort, amit mindenképpen szeretnék megmutatni, szeretném lecserélni őket. Gyerekek, olyan gödrög vannak itt, hogy az nagyon brutális. Egyébként a kettessel így még így jobban el tudsz közlekedni. Ja. Kompromisszumot kellett kötnem a modok tekintetében. Mivel 1929-es és 30-es években a Caterpillar cég elkezdte gyártani a lánctalpas traktorjait. És szándékosan nem bulldozert mondok, hanem traktort, mert igazából legelőször ezt mezőgazdasági műveletekre használtak, és ugye természetesen azért valamennyire univerzális céllal is, tehát tolólappal, akár más munkákat is lehetett vele végezni, de nagyon gyakran használták ezeket a lánctalpas traktorokat mezőgazdaságra, kifejezetten például szántásra, ugye nagyon jó volt ugye a tapadása a lánctalpnak, a talajnyomás is viszonylag kicsi volt emiatt, kevésbé akadt el, ugye hát a körmös kerekeknél mindenképp jobb volt, a gumikereknek is ugye kezdtek itt most már megjelenni. Egyébként nagyon bánom, hogy nincsenek sajnos autentikus régi modok a játékhoz. Nagyon kevés van, és emiatt egy kicsit kompromisszumot kell kötnem. És ezt úgy fogjuk megoldani, hogy a Caterpillar cég ez időtájt már gyártotta a lánctalpas traktorjait, de abból nem készült mod Farming Simulator 22-höz, emiatt egy picivel újabb Fiat lánctalpas traktort hoztam nektek. Azt modoltam be, egy kicsit újabb, mint 1929, de viszont ilyenkor már ugye tényleg használtak ezeket a traktorokat, és egyszerűen nem tudom megoldani, hogy bekerüljön a játékba azok, vagy nem kell kerüljenek a játékba azok a traktorok, amiket használtak, mivel nem csináltak belőle modot, úgyhogy ezt bocsássatok meg, hogyha ezt nem oldanám meg így, akkor konkrétan elveszne egy olyan része, egy olyan szegmens ennek a történelmi farmingnak, ami része volt gyakorlatilag a mezőgazdaságnak, mert volt ilyen mod, vagy volt ilyen traktor, csak éppen nem modolták be. És ehhez kapcsolódik az, hogy sajnos
Nincsenek Hoffer traktorok. És nincsen egy csomó minden, én nem értem meg, nagyon sok magyar modder van, aki készít modokat a játékokhoz. Vagyis ez a játékhoz, úgy értem a Farming Simulator játékokhoz. De olyan autentikus magyar traktorok, mint például Hoffer, nincs Farming Simulator 22-höz, Csepel terútó nincsen, tudom, hogy ez később kellene majd bevezetni, hanem igazából az ilyen commerce traktorokat, mint például a Dutrát, vagy pedig a Rábát, azt így megcsinálták, aztán akkor igazából el van felejtve a magyar, nem tudom, hogy ez miért van. Jó, oké, biztos nem autentikus traktorokkal játszik nagyon sok ember, hanem inkább ilyen modernebb mezőgazdaságot visz, de nem tudom, én hiányolom ezt. Hogyha lennék egy modern, vagyis tudnék érteni a modellezéshez, és modernkedéshez, és magyar lennék, akkor lehet, hogy nem egy New Holland-ot csinálnék, hanem inkább csinálnék egy Csepeteurutót, vagy pedig egy Hoffer traktort. Na, gyerekek, ezt a kettő dolgot, ezt eladom instant, úgyhogy erre gondoljunk. Mert új dolgokat fogunk behozni. Hát ez jó, ez igazából ebből nem gazdagodtuk meg, meg rüheltem ezt a pótkocsit, megmondom őszintén. Nagyon nem volt jó. Viszont hoztam én nektek traktort. Először is egy nagyon kultikus darab. És erre, ezt érdemes rákeresni YouTube-on, erre a traktorra. Ferike küldött múltkor róla egy videót, hogy kérdezte, hogy ennek a traktornak mi baja van. De várjátok, vegyük meg aztán akkor... Új, ezt nem tudom megvenni. Nem tudom megvenni, mert nagyon drága, de ki fogjuk bérelni, srácok. Mert ezt, gyerekek, ez megkerülhetetlen. A Lance Bulldog, ez egy megkerülhetetlen traktor, és többek között azért is, mert gyakorlatilag a Lance Bulldog, az ugyanaz, mint a Hoffer, ugye, traktor. Nagyon hasonló az elrendezése, gyakorlatilag mind a kettő egy ilyen izzító fejes indítással indul, ugyanaz a henger elrendezése, ugyanaz a főtengely, gyakorlatilag a Lance Bulldogot megnézel, akkor, hogyha csak nem a úgynevezett dekorációkat, azokat nem vesszük, ugye mondjuk az ilyen különböző burkolatokat, akkor konkrétan ez egy hasonló, nagyon hasonlít egy Hoffer traktorhoz. Leginkább műszakilag, mindjárt el is fogom mondani, hogy miért. Jó, akkor ezt megfogjuk. Egyébként szerintem bugos ez a traktor, mivel ez 8500-ba kerül, nézzétek, és 16000 ért a opciót hozzá, pedig nincsen semmit, nem veszünk hozzá semmit. Egyébként ugye a Lance Bulldog cég csinálta később azt, hogy ilyen nagyon furcsa fülkékkel gyártotta ezeket a traktorokat, meg a későbbieket, ami ilyen szinte ilyen autó jellegű volt, és ez nagyon furcsa volt. Igen, na de béreljük ki, gyerekek, kibérlem mindenképpen, mert kell egy ilyen, gyerekek, ezt nem hagyhatjuk ki a kínálatból, mert ez hozzátartozik a mezőgazdaság történelméhez. Meghoztam akkor, ugye beszéltünk arról, hogy a Caterpillar elkezdte gyártani 1929-es, 30-as években már a láncszalapos traktorjait. Sajnos ilyen nincs modba, viszont hoztam egy nagyon hasonlót, ami egy icipicit újabb, de azért szerintem így azért nagyon illeszkedni fog, itt autentikus lesz. Na gyerekek, egy ilyen csoda dolgot hoztam, és a trekkeket, azt igen, nem, akkor várja, ez nem tetszik. Nem tetszik. Á, ez lesz a jó, az lesz a jó. Jó. És ami nagyon gyakori volt régebbi traktorokon, ez a megoldás, az már a gőz hajtású traktorokon is alkalmazták, ami konkrétan így volt megoldva a kabin, hogy egy ilyen hajlított lemez volt fönn, négy darab pálcán. Tényleg ez nagyon-nagyon autentikus. Régen ezt használták gyakran. Jó, igen, egy ilyet mindenképpen akarok vásárolni, nagyon tetszik. 70 lóerő, valószínűleg mivel lánctalpas, így elég jó a tapadása is, nekem nagyon bejön. Mindenképp egy ilyet akartam, meg szeretnék egy új pótkocsit. Azt megmondom, azt prankot, én nagyon nem tetszenek ezek a pótkocsik, amiket használunk. Hoztam én egy olyan pótkocsit, ami szintén autentikus, mert ez konkrétan egy favázas, nézzétek, úgy van összevasalva még az alja is. Látjátok, hogy ott van egy ilyen pózna, hátul is fa. Konkrétan ami fém rajt, az gyakorlatilag így rá van vasalva. Szóval ez egy ilyen nagyon régi stílusú. Valamilyen alapszín, meg egy-két dolgot azért állítsunk át. Nagyon jó felszín, az legyen mondjuk piros. Jó, szerintem az így meg is teszi nekünk. És a kapacitást viszont lehet, hogy leveszem. Nekem ez így jó.
Nekem ez így leginkább autentikus. És akkor vásárlás. És akkor beszéljünk arról, hogy mit fogunk ebben a részben csinálni. Nézzük meg ezeket a traktorokat, viszont erről szeretnék beszélni, és bocs, hogy ilyen, kicsit ilyen edukatívabb ez az egész, de én tényleg erről szeretnék ezekről a dolgokról beszélni. Ez a portkocsi, ez szerintem nagyon pocek lett. Ja, és egyébként megjelentek igen a gumikerekes járművek is most már, bőven, ugye a traktorok körébe is, de látjuk, hogy a Lance Bulldog az egyelőre még nem azzal van szerelve, a porkocsi azzal van szerelve. Egyébként még mutatok valamit, de azt nem fogjuk megvenni, hogy ugye a Forsonok is egy egyedfejlődésen mentek keresztül, később ugye megjelentek az ilyen, hát egy ilyen fölhordott gumival szerelt tömör kerekek, és ugye később már jöttek a gumikerekű verziók is. Úgyhogy igen, úgyhogy a Forconok is ugye egyedfejlődésen mentek keresztül, mint az összes cég. Egyébként John Deere traktorok is 1929-es, 30-as években már bőven voltak, csak abból sincs mód. Úgyhogy ez nagyon fájó nekem, hogy nem nincsenek belőle módok. Igen, arról azt akartam mondani a Lance Bulldoggal kapcsolatban, Ferike küldött egy videót múltkor, haverom, hogy ennek a traktornak mi baja van. A traktor állt egy mezőn, úgy képzeljétek el, egy mezőszélen, és előre-hátra mozgott, ahogy ment az alapjárata. És az alapjáratot úgy kell elképzelni egy Lance Bulldognál, meg egy Hoffernél is, hogy pak, 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 pak. És minden egyes ütemnél a traktor, az körülbelül megmutatom mennyit, így. Így előre-hátra járt. És kérdezte, hogy ennek a traktornak mi baja van. Mondom, ez gyári, mert ez egy nagyon érdekes elrendezésű dolog. Ugye ez úgy volt megoldva, úgy nagyon jól lehet szemléltetni a dolgokat. Először is ugye az izzítófejes indítás, ezt ugye gázégővel, vagy pedig fater szokta mondani, hogy alá szoktak gyújtani, meg mit tudom én. Az a lényeg, ha el kell érnie itt egy olyan hőmérsékletet, ugye, hogy a gázolaj az öngyulladással ugye begyulladjon, hát elektronikát azt felejtsd el, nem volt, nincs elektronika, nincs olyan indító. Ez úgy volt, hogy ezt ugye felizzították ezt a részt, a henger elrendezése nagyon érdekes, ugye itt a főtengely, rajta lentkerekek. Vagyis a lentkerék vagy lentkerekek. Az azért kellett, ugye, mert mivel ezek egyhengeres traktorok voltak, fekvő henger elrendezéssel, tehát fölül ugye a hűtő volt, meg nem tudom, üzemanyagtank. Látod? Itt fölül konkrétan hűtő üzemanyagtank. Itt volt valószínűleg a lent főtengelyről ugye a hűtő, talán ventilátornak, vagy vízpumpának a lehajtása, nem tudom pontosan. De az a lényeg, hogy úgy képzeld el, hogy itt volt a főtengely, itt volt a hajtókar, itt volt egy rohadt nagy dugattyú. Ami nagy, az körülbelül akkor, mint a fejed. És akkor ugye ez elindult, úgy kellett indítani, hogy kurbliznod kellett. Úgy kellett bekurbliznod. Indításokat néztem különböző hasonló elrendezési traktoroknak, általában ugye előre, hátra, így elkezdték így mozgatni, ugye huppogott, és akkor amikor el akarták indítani, akkor meglendítették, és akkor adtak neki üzemanyagot, meg minden, és akkor ugye elindult a traktor. És akkor ugye pak, ugye azért kellett a lentkerék, hogy ezt így mozgásba tartsa, és ne össze-vissza járjon, hanem valami folyamata legyen az egésznek. És ugye emiatt, mivel egy fekvő elrendezésű gép, valamint a dugattyú, a henger, emiatt ugye ez konkrétan akkora dugattyú, akkora lökettérfogatú, hogy előre-hátra mozgatja a traktort, amikor alapjárata van, nagyon alacsony alapjárattal. Konkrétan ez bizony, ez gyönyörű, az is gyönyörű. Mit fogunk ma csinálni? Szerintem. Én már kinéztem magamnak, és ezt meg is akarom veletek osztani. Jó, igen, gondoljuk át. Igen, itt vagyunk, mivel a Keeper már itten gondolkodott, hogy földet kellene vennem. Én már átnéztem egy olyat, hogy fú, viszont lehet, hogy azt a maradékfát azt el kellene csettintenünk. Azt megnéztem, hogy ez mit tud aratni. És tud ez zabot aratni. És nálunk pont szembe velem, ja nem, babot is tud aratni. Na mindegy, olyat tud aratni, ami elvileg a 22-es földön van nekünk, az meg micsoda, az meg a szójabab. Ugye a szójababot tudnánk aratni, és pont a 22-es földön van, látjátok? És elvileg betakarításra kész. A 22-es földet jó lenne megvenni. Csak a 22-es föld, ahogy néztem, nem volt só. Az 17 ezer, nekünk meg van 10 ezerünk. Úgyhogy kellene csinálnunk 7 ezer pénzt, nagyon gyorsan.
Nem nagyon tudok eladni semmit, ugye? Már egyben arra gondolt a keeper. Na, megnézzük, hogy mit tudnék eladni itt. Hát ez jó, akkor ezzel ebb. Egyébként van itt, talicska jó. Na hát, gyerekek. Egyébként ez a pótkocsi is egy izé rém. Ez a pótkocsi. Valóan ezt eladom. Most nem azért, de ez tényleg egy utálatos pótkocsi volt. Mert... Várjál. Nehogy véletlenül adjam azt. Igen, ez az. Jó. Az megint egy utálatos pótkocsi volt. Bocs, gyerekek, ugye még ott van a lóontatású, szóval nincsen gond. De ezt gyűlöltem, azt a pótkocsit, gyerekek. Talajlazítók, na ez van. Jó, igazából nagyon nem akarok ám eladni sok mindent. Burgonya Technology. Jó. A földeink azok hogy állnak? Melyik a mi földünk, gyerekek? Jó, a 37-es földünk még eladó, és azon még van fa. Hát akkor aztán már vágunk bele a gyerekek a lecsóba. Figyeljetek, megyünk a fiattal, ezt nagyon ki akarom próbálni. Meg mindenképp a Lance Bulldogot is fogjuk használni ebbe a részbe. Ez jó hangos ez a gép, gyerekek. Na, nézzük. Várjátok, egy tempomatot beállítok neki. Aztán okosban majd elhaladunk. Ilyet, ez nincs túl bonyolítva ez a fiat. De erről van egy vicce, azt el akarom besélni, egy nagyon gyorsabb ígyet. Amikor a csajhoz felmegy a csávó, aztán látja a csaj, hogy idősebb, mint amennyire számított, és akkor kérdezi a csaj, hát nem azt mondtad, hogy fiatal vagy? Hát dehogy nem, ott áll a ház előtt. Ez nagyon imádom ezt a viccet, ez nagyon poét. Na, arra gondoltam, jó, akkor a fát le kéne termelni, kéne adni azt a földet, és akkor belevághatnánk egy kis aratásba. Kéne pénzt termelni, mert lassan már jönnek a komolyabb gépek a mezőgazdaságba. És nagyon... Hú, gyerekek, ez nagyon... Jaj, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szemellenzős. Nem látunk itt oldalt. Hú, viszont ez a pótkocsi, ez tetszik. Jó kis favállás, pótkocsi. Tök autentikus. Viszont tényleg az a gond, hogy azért kell helyettesítenem ezzel a fiattal a Caterpillart, amit már tényleg gyártottak itt ilyenkor. Mert egyszerűen nincsen hozzá, nincs a farming szimulátorhoz mod. És ez szomorú nagyon. Viszont gyönyörűen néz ki, jól néz ki ez a Caterpillar. Tök jó. Egy kicsit fiatalabb, mint kellene lenni. Ugye a sorozatban mondhatni, hogy nem illik, de ami illene, az kb. Ugyanez, csak nincs. Na gyerekek, és egyébként ez a pótkocsi a jól sejte. Már tudunk lekötözni, ami nagyon jó. Tudunk normálisan fát hordani vele. Jól működik, nem bugos. Úgyhogy ez frankó lesz, gyerekek. Ja, annyit kellene, hogy kellene egy aratást is megcsinálnunk szerintem, meg akkor kellene itt maradék fát ezt elhordani. Annyi pénzt össze kell szedni, hogy ugye a 22-es földet meg tudjuk venni. Meg a 22-es föld az konkrétan ott van szembe a mi földünkkel. Úgyhogy mindenképpen ez egy... Úgy kéne terjeszkedni, hogy ugye ne a legtávolabb földre kelljen eljárni. Frankó. A izém az lehet, hogy nincsen silót, még lehet, hogy nem vettem. Úgyhogy lehet, hogy a silót... Ura, jó az a gép, gyerekek, nagyon jó. Na, valamit elfelejtettem, bocs, ez fakereszt, ezt át kéne állítanom szupererőre, tudod, hogy szupererős legyek. Na, ez a pótkocsi remélem, hogy jól működik, tényleg. Jó lesz ez, úgy érzem, jó lesz ez, úgy érzem. Látjátok, ez a legjobb, amikor van lekötözés. Hevederek. Ja, és mondhatnátok, hogy igen, nem autentikus, mert lekötött le hevederek, de ennyire akkor mondhatjuk azt is neki, hogy bálamazzaggal kötöd le, érted. Szóval ilyen probléma nincs. Ugye ilyenkor tudsz karófát állítani, ezt lehet el is rakom karófának. A lekötözés van, az nagyon jó, mert tudsz ilyen hát tök real dolgokat csinálni. Ugye karófát szoktak állítani, azt vágod. Mindig az volt egyébként, amikor fát szedtük, karófának vágja a fát, tedd félre. Látok, nem szokott ilyen lenni, és akkor azt ugye az volt, nem karófának, hanem így állításnak ugye fel tudtad rakni, és akkor jó sokat tudta a pótkocsira rakni. Most van egy komoly traktorunk, ami elhúz mindent is, szerintem ez a bulldozer-szerű traktor, de én akkor is traktornak fogom nevezni, nem bulldozernek. De egyébként nagyon pici, látjátok, hogy ez egy kicsi gép, szóval nem egy hatalmas eszköz. Ja, csinálunk karófák a gyerekek, és akkor jó sokat fel tudunk pakolni. Mert ott még azt hiszem, hogy van, azt még ugye ki tudom dönteni. Ja, bocs, hogy pörgök, de valamilyen szinten most így kedvet kaptam ahhoz, hogy haladjunk, mert jó gépek vannak. A Lance Bulldogot is ki kéne próbálnunk, hogy legalábbis, hogy milyen a hangja. Most már tök jobb állítottam a váltót is, azt is ugye azért szoktátok panaszolni, hogy nagyon nyögvenyelősen közlekedünk.
az is most már működőképes szuper módon. Okidoki. Egy kicsit elrendezem. Várja, úgy. És kérek karófát állítani. Ezt ide valahova. Ja, hát ez lehet, hogy hosszú lett, nem? Ez azért egy kicsit erős lesz, gyerekek. Várja. Sikerült lekötnem. Érdekes. Jó, elvileg megkötötte, gyerekek. Hú, az egy kicsit magas szerintem, vagy lehet, hogy meg se kötötte. Nem kötötte meg. Jó, hát ez túlzás volt. Bocsász, ez túlzás volt. De ezt mindenképp autentikusan akarom, ne haragudjatok. Úgyhogy ez most ilyen karófás dolog, ezt muszáj megcsinálni a képernek. Tudom, vettem volna a magasabb verziót, de nem tudom, valahogy ez nekem most tetszik, hogy így tudunk autentikusan dolgozni. Azt talán megkötötte, ugye? De hát azt nem, akkor sem baj, hát annyi baj legyen. Jó, mondhatni, ugye? Tök jó. Még ide középre is kell. Középre is hozzá egyet, fiam! Ugye? Hányszor hallottátok ezt a mondatot? Egy csomó hallották szerintem. Tök jó. Hát ez egy kicsit bugol. Lehet, hogy nem kéne erőltetni ezt a karófázást, mert bebugoltatjuk a dolgokat, akkor meg ez olyan azt. Harakiri, ugye? Jó, az jó. Na, ezt ki kéne dönteni még oda a ló felé, vagy nem tudom, a házikó fele. Nem a ruszki módszerre vágjuk ki. Fatára szoktam oda, amikor úgy vágtam ki a fát mindig, stille. Hogy ilyen magasan, de már ilyen magasan is szoktam oda, mi a ruszki módszerre nyomod? Vaze. Méter magasan magdolod ki a fákat? Leszokottám cseszni, érte? Minden kicsi a izé kell, nem lehet azt, hogy izé, hogy kivágod, érted, izé, tényleg méter magasba. A ruszki módszer. Mindig azt szoktam mondani, hogy ezt tudom, az mindig azt mondta, hogy ruszki módszerre vágom. Ez az épület is rajta van azon a területen, aztán mi ez ház? Mondjuk azért sokra nem megyek a házzal. Na, mindjárt kicsit bepörögtünk, van a jobb gépem. Nem olyan nyögvenyelősen megyünk azzal a Forconnal, de hát ugye a Forcon cég is gyártotta, folyamatosan fejlesztette a gépeket, ahogy láttátok. De most azért egy kicsit belehúztunk. Figyelj, ilyenkor ugye azt kell csinálni, hogy aha, jó, az el is bugolt. Igen, hát ezt úgy kellett, le kell kötözgetni közben. Hát az a kicsi karófánk az szerintem elment, kilőtte lehet a holdra. Jó, anélkül is meg lehet ugye, mivel tényleg azt csinálod, hogy mindig átkötsz. Tehát így fölraksz egy fát, fogod, akkor átkötsz, feloldod, aztán akkor ugye pakolsz tovább. Úgyhogy tudsz, ezt így érdemes használni, aki nem tudom, hogy szoktatok-e farmingozni, gondolom nem keveset. Meg lehet, hogy ismeritek ezt a módszert, ilyen kötözős pótka csinál, konkrétan az égig föl tudod pakolni a dolgokat. Mert annyit csinálsz mindig, hogy fogod, aztán átkötsz. Jó, kell fát, ezt a fát ezt le kéne termelni, mert ne vesszene, ugye ezt azért vettük, úgyhogy meg még egy kis aratás lehet, hogy akkor beleférne ebbe a részbe, én úgy gondoltam. Úgy gondolta a képe, meg kéne venni azt a területet. Jokosba ilyenkor átkötsz, akár kettővel is. Azt hiszem, hogy az a lombhullató is a miénk, de azt lehet, hogy azt elengedi a képőr. Nem tudom, valahogy... Valahogy én azt a lombhullatót nem szívesen vágnám ki. Nem túl barátságosnak tűnik. Most mi? Na mi van? Nem túl barátságosnak... Azt a kurva életbe, gyerekek! Az igen! Várjál. Azt a rohadt életbe. Állj föl. Az igen! Ez kicsit elhúzta valami, nem? Jézus Mária, hát ez hogy burult fel, basszus? Hogy ide megraktam azt a felét? Hát ez megvan rakva, vagyok ez a pótkocsi, ez nem kicsit, az haudzier. Na jó, aztán akkor mehetünk is szerintem. Azt a rohadt életbe, a hülye gyerek. Na, nézzük, elviszi? Ez nagyon tetszik egyébként, nagyon jól meg van csinálva. Na, indítsunk egyet, aztán lépjünk a gázra. Ezt el kell adni, ezt a földet.
Hú, ez a traktor, ez kedvencem lesz, érzem, gyerekek. Ez kedvencem lesz. Nagyon jó. Kedvencem lesz, és ott van az a terület, ugye? A házunkkal szemben azt kéne megvenni. Megnézzük, 12.600-unk van, megnézzük, mennyit kapunk érte, meg a földterületére, és akkor ha meg tudjuk venni, akkor le tudnánk aratni. És akkor haladunk is, lesz egy plusz földünk is, meg megvettünk két gépet is, úgyhogy már is megérte a dolog. Egyébként itt szépen el lehet jönni, úgyhogy nem is szólhatnak a parasztok, az jó hosszú, öcsém. Nem is szólhatnak a parasztok, hogy letiprom a növényeket, viszont itt vannak olyan idők, azt a betyár. Gyerekek, itt vannak komoly dolgok. Ilyen gödrök, már arra gondoltam, és nem nagyon veszed észre. Na. Kicsit elkezd koszosodni az a jármű, akkor jobban fog kinézni szerintem. Mármint jobban érdekes. Az mi? Oda meg ízét lehet vinni? Igen. Mi az? Forgácsod vagy mi a francot. Wood chipset! Azt! Wood chips! Na végre van egy jó izé pótkocsik. Jaj, de imádom. Hőhe! Mennyit kaptunk? 1800. Az egy 2000, az nem rossz. Na gyerekek, akkor most a következő van. Meg kell állnunk, és meg kell néznünk itt a dolgokat, hogy ezt a 22-eset azt mennyire tudnánk megvenni. Le kell akkor, még 17.000, gyerekek, akkor ezt el kéne adni mindenki. Várjál, 3800, akkor az megvan már? Megvan bőven, mert 18.000, ez jó lesz. Akkor ezt eladjuk, igen. És akkor meg tudjuk venni ezt. Hát nem sok pénzünk marad, vásárlás. Igen, és az elvileg be is betakarításra kész. Jaj, de jó lesz! Pénzkeresési! Úgyis csomószor így felhozzátok, hogy hát a progress nem nagyon van a játékban, mármint így csak ilyen tökörészés van. Nagyon inkább dumálok állandóan, meg sztorizok, meg mesélek, meg szidom itt a modern világot, hogy tönkretettek mindent, ugye? Jaj, de jó! Az a nagy föld, az jó lesz, akkor tudok vetni, tudok szántani, meg tudok mindent csinálni. Meg itt mellette, látszod, itt kapásból van egy ilyen ekkora, meg ott még nagyobb, azokat sorba meg kéne venni. Arra kéne rámenni, de egyébként lehet, hogy tényleg nincs silóm. Úgyhogy maximum pótkocsin tudom tárolni a dolgokat hosszabb távon. Ja, a Lance Bulldogot is mindjárt be fogjuk fogni, mivel ugye ide kettő traktor kell. És azon gondolkozok, hogy lehet, hogy el fogom adni az International Harvesterünket, ugye a farmolt. Mert azért az egy eléggé kellemetlenül. Gyengus cucc. Oké, várjátok, itt ezt leállítjuk. Oké. Jó. El kellene menni szerintem a Lance Bulldogért. Lance Bulldog. Oké, nézzük meg milyen hangja van. Ennek ilyen puk-puk-puk-puk, olyan neki jelni. Aztán vagy tökéletes, gyerekek. Komolyan. Aztán vagy tökéletes. Szuper. Nagyon jó. Jaj, ennek nincs olyan ordinál nagy hangja. Megjelent az első műanyag dolog a traktoron, gyerekek. Oda nézzél. Bakelit kormány. Ez a tipikus ilyen... Hát szerintem ez még bakelit. Ez még nem ilyen fröccsöntött. Hanem ez a kemény, az a kopott, szinte érezni, tudjátok mire gondolok. Szerintem az. Meg így repedezett, jaj, meg így mállott. Jó kis bakelőt korvány, nagyon nem vitték túlzásba. Négy ágú. Szuper. Jó kis hoffer érzése van az embernek tőle. Na, amit akartam, hogy akkor ezt fogja húzni valószínűleg a pautkocsit, a lánctalpas, ő meg fogja az arató szerkezetet húzni.
Egyébként megnézzétek az elrendezése, körülbelül hasonló a izének is, a Hoffernek. De erről is érdemes egy videót nézni, annyi, hogy a YouTube-ra üsd be, hogy a Lance Bulldog, és ezeket a régieket megnézed. Egyébként biztos fogsz találkozni azzal, amelyik ilyen nagyon furcsa fülkével van szerelve. Kicsit ilyen, nem tudom, a tipikus, annyira németes ez a jármű, főleg amikor meglátod azt a, azzal a fülkével. Körülbelül olyan, mint egy ilyen, ilyen régi Mercedes autó és egy traktor zabi gyereke. Körülbelül úgy néz ki egy Lance Bulldog azon a fülkével, tényleg. Mint hogy egy, egy Lance Bulldog traktor felcsirált volna egy ilyen régi Mercedes-t, amivel még a Hitler szokott járni. Körülbelül olyan kinézete lesz. Ilyen nagy sárvédői vannak, leérnek a földig, tényleg nagyon furcsa. Majd nem is tudom, mint valami dragster gép, vagy valami, nem is tudom, hot rod, olyan. Az, ezek a gödrök, ezek nagyon komolyan. Ja, learatjuk ezt már akkor. Jó, hogy legyen egy kis progressz is, ne csak az, hogy tökörészünk. Egyébként bocs, hogy ilyen későn volt ebből a videó, Farming Simulatorból, de pörög minden a csatornán, aztán próbálom azért tartani az óra rendemet. Egyébként ez nem kicsi lesz a terület, ez tök jó lesz. Na, akkor a Lance Bulldogé lesz a paut. Ajja, meg testvérem. Ez a hang. Tipikus egyhenger. Ez a puffogás meg mellette az a vu. Ja. Egyébként ennek úgy leszokott esni a fordulatszáma, hogy tényleg ilyen buk, 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 buk. Na, ez hogy van? Ott van. Föl kéne csatlakoztatni, ez az. Meg valahogy föl kéne csatlakoztatni. Majd nyomok egy tempomat, az a baj, úgy ugrik ez a jármű, hogy normálisan tudjak vele mozogni. Aratási lesz, gyerekek, aratási. Hát ez normálisan működik. Húzza legalább ezt a kombányt. Vagy a cséplőgépet. Arató szerkezetet. Betakarító egységet. Jó, hát ezzel már lehet közlekedni. Na, gyerekek, ez jó lenne, hogyha valahogy sikerülne fölobszerválnom rá. Annak a Lance Bulldognak annyira el van találva a hangja, ezeket szerintem rendesen fölveszik, nem gyerekek? Tudom valamit buroktatni jobbra-balra. Na jó. Na jó, el van. Ez az, gyerekek! Na! Hogy kéne megkezdenünk ezt az aratást? Nem ártanom megfordulni, aztán mindjárt megnézzük, hogy lesz ez. Ajaj. Aha. Ezt most elcsesztem keményen. Még szerencse, hogy egy ilyen lánctalposat azért beruháztunk rá, mert különben tényleg meg lennék lőve. Nem megyünk ide, aztán valahogy így megoldjuk. Oké, szerintem jó lesz, be kéne indítani, meg ilyesmi. Kellene neki nyomni egy jó alacsony tempomatot, tudjam korrigálni. Na jó, ezzel most már azért lehet működni. Hát de szereti a keeper. Hadd legyen, szereti kapuják, ugye? Na ezzel már lehet dolgozni. Nem csak szenvedni. Ó, de nagyon jó. De nagyon jó! Nagyon tetszik ez. Levágjuk erre, szembe. Aztán fordulunk vissza, másik föld végébe, és akkor levágjuk utána majd a... Na, lesz egy kis pénzünk legalább. Már 5%-ig van. Már 2351.
A szója az tök jól adja, ugye? Vagy nem, a szója pedig elvileg úgy kéne adni, hogy nem túl jól adja. Csak, mégis. Tök jó ára van, de úgy látom, hogy egész jól adja. Bár mondjuk ilyen kicsiben még minden olyan túl soknak tűnik. Vigyenek el kapocsba. Fa alatt elmegyünk. Ennek kell az erő azért ennek a gépnek, komolyan mondom. Mármint ennek az arató szerkezetnek. Alig várom, hogy megjöjjenek az első kombájnok, azért ezzel nagyon-nagyon macerás egyéb irányítani is. Meg ugye, hogy így vontatni kell egy másik traktorral. Azért ez nem az egyszerűségéről híres ez a eszköz. De mégis egyszerűbb, mint hogy kézzel kéne kaszálnom itt a aratnom. Ilyen okosba fordulunk. Nagyon gyorsan learattuk. Egyébként elég széles a vágóasztalernek. Mi az? Szélesnek tűnik. Tényleg ezekhez a puritán környezetbe olyan modernnek tűnik még egy ilyen eszköz is, hogy az nem lehet elmondani. Tök sokat írtatok előző videóhoz, tök jó volt, hogy milyen, ugye arról volt szó az előző videóban, hogy magyar gazdaság milyen kifinomult volt, és mennyi érdekes dolgot legyártottunk, és utána gondolkoztam ugye én is a melóhelyen, és próbáltam így kitalálni, hogy volt-e olyan dolog, amit egyszerűen nem gyártottuk, de szerintem nem volt semmi olyan. Tök jó volt, tök jó. Hoppá, mi az? Miért? Nem volt leengedve? Ó, gyerekek. Nem volt leengedve. Az a baj, hogy a animációja nincs a leengedésnek konkrétan. Tehát, hogy hiába engeded le, akkor sem egy lejjebb. Sajnos nem csinálták meg, és most megtévesztett elég rendesen. És ugye nyomok egy V-t, leengedés. Maga az animáció nem végződik el, nem megy lejjebb. Egyébként olyan hangos ez, mint az állat. Nem tudom nektek milyen hangos, remélem, hogy halljátok, amit mondok, de nekem így felhallgatóban ilyen epic hangos ez az eszköz. Főleg ez a kettő együtt. Már koszosodunk. Ezzel sem fogom mosni ezeket. Ezek úgy néznek ki, hogy jó retkesek. Oda nézzetek, már van 5000. Szerintem egy ízek bőven egy 10.000 liter fölött lesz. Nem, hát annál sokkal több. Egy böszme jól néz ki, komolyan mondom. Ez annyira jól néz ki. Ez annyira jól néz ki. Nagyon illik hozzá ez a lánclapos. Rohadtul illik hozzá ez a lánclapos, és itt úgy kellene csinálni, hogy egy ilyen valamilyen ívet húzni. Ajaj. Szenvedés az van a köbön. Egyszerre le tudjuk? Nem tudjuk, jó? Inkább akkor elhúzom erre. Inkább legyen meg, legyen az összes learadva. Így elhúzzuk erre. Jó. Nagyon jó, nagyon jó. Bírom ezeket a régi eszközöket. Én, komolyan nekem is tök sokat fog segíteni, hogy így átlátom az egész körülbelül 100 éves periódust, hogy hogy épült fel a mezőgazdaság. A nulláról szinte ugye a legmodernebbig. És így el tudom helyezni ezeket a gépeket egy ilyen időskálán, meg az eszközöket, meg igazából mindent, hogy ezek a folyamatok hogy fejlődtek. És tényleg az a furcsa, és olyan kontextusba kell ezeket vizsgálni, hogy ezek a dolgok, például ez a vontatható eszköz, amivel itt aratunk, ez egy ilyen, ha nagyon-nagyon modern dolog volt. És ezt úgy kell elképzelni, mint olyan szinten volt modern, mint most a GPS-szel működő traktorok. Ez egy akkora nagy feltűnést keltő dolog volt. Egy ilyet megláttak, akkor mindenki így kiment, így a falu határába, és akkor nézte, hogy úristen, hát ilyen létezik. Hogy micsoda dolgok vannak, hogy nem kézzel kell aratnunk.
meg nem kézzel kell csépelnünk. Nagyszerű. Itt kellene valami varga betűt nyomnunk. És ott azt a részét learapni először. Jó, hát itt lesz egy 10-valahány ezer liter, úgyhogy egy kis pénzünk lesz, gyerekek, azért lesz, lóvénál lesz ez. Koncentrálok ám. Férjek el a fától is. Harassuk is le normálisan. Szerintem ezt eladjuk, azért lesz egy kis lóvég. Ezt a földet nem, viszont a földet nem fogom eladni. Hanem azt csináljuk, hogy akkor terjeszkedünk, és lehet, hogy összeszántással fogunk dolgozni. Mert szerintem az összeszántás azért egy hasznos dolog lesz, főleg, hogyha már nagyobb gépek és modernebb gépekkel fogunk rendelkezni. Jaj, de jó, örülök neki, hogy egy kicsit mezőgazdálkodunk is. Meg annak örülök nagyon, hogy modernebb gépekkel tudunk egy kicsit dolgozni. Hát modernia. Jó, oké. Egy vaslemez rá van hajtva egy lánctalpas traktorra. Amivel vontatunk egy cséplőgépet, ugye? Nyomunk egy fordulást, és akkor le tudtuk aratni az egészet. A Lance Bulldoggal meg akkor hozzuk a pahutkocsit. Tök jó, hogy hát mindig feldobódok, amikor új járművek kerülnek be egyébként a sorozatba. Hát, lehet, hogy nem lesz meg együtt. Egyszerre, de lehet, hogy meg lesz. Ó, de szépen elmozdulunk. Hát... lehet, hogy lesz egy csomó, ami nem. De, pont meg lesz, basszus. Ezt nagyon jól kiszámoltuk. Oké, srácok, megállítom ezt, mert basszus. Ha majdnem meghalt a bolya hangja veledek. Jó, a Lance Bulldog meg itt pöfög. Hú, de jó, ennek is nagyon jó hangja van. Nagyon jó hangja van. Megjöttem, itt vagyok. Fölkapcsoljuk. Nagyszerű. Kimegyünk, itt van. Jó, hogy ezt vettük meg ezt a területet. Egész jó kiszámoltam, hogy ennyi pénzből pont kijön. Tegyünk neki egy kettest, azért ne ilyen lassan menjünk. Ugye a Lance Bulldog az egy nagyon elterjedt traktor volt. Magyarországon szerintem egyébként annyira nem, mivel itt már bőven gyártották ugye a hoffereket, azok kezdtek elterjedni, viszont Nyugat-Európában millió darabot készítettek belőle. És még mindig rengeteg felelhető példány van. Van kirakodásunk? Na, ja, el kell tisztítani a botort hozzá. Nagyon jó, nagyon jó! Meg kellene néznünk, hogy hol a legolcsóbb, csak leállítottam, mert olyan hangja van. Ezeken dolgozni egyébként nem lehetett egy nagy szuper jó dolog. Mint akartam, szójába volt, hol veszik. 1800, 1900, ennél itt lesz a jó nekünk, gyerekek. Oké. Okay. És ez hol van? Ott van. Megindultunk. Tök jó, hogy beállítottam most már a váltót, hogy normálisan lehet vele közlekedni. Jaj, kicsi ízét szemet visszük eladni, ne viccelj. 13 ezer liter. Azt hiszem, hogy 1000 literért kapunk 1800-at? Nem hiszem. 10.000 literenként van az 1800. 1300 literünk van. Akkor ez nem fogunk nagyon meggazdagodni ebből.
1800 volt, vagy 1900-2000 körül, de ebből lesz körülbelül 2600-2700 pénz. De legalább valamit dolgoztunk, nem? És megy az idő is. Mármint repülnek az évek. Ugye látjátok ennek a traktornak is az első kerekén, az a hosszanti borda. Ugye mivel nem hajtott kerék, ezért tapadásnak egyáltalán nincs szükség, hogy legyen. Mármint ilyen keresztbe barázdák nem nagyon lenne értelme, viszont a hosszanti barázdának ugye olyan értelme van, hogy az egyenes futását azt így szépen korrigálja a keréknek, tehát hogyha oldalra elkezdene csúszkálni a traktor, akkor már ugye egyenesbe tartja, viszont ha kanyarodni kell, akkor meg belemélyed az a csap konkrétan a földbe, és így ugye könnyebben kanyarodik, nem tolja el az elejét. Lance Bulldog! Nem tudom egyébként a Lance Bulldognak bármi köze van-e a Hofferhez, de nagyon hasonló a felépítése. Lehet, hogy valamilyen szinten azért, nem tudom, hogy licensz volt-e, vagy hivatalos licensz, vagy csak egy kicsit copy volt, de nagyon hasonló a kettő. Jó, tök jó. Ma volt progress, ma volt fejlődés. És ez mindig jó, gyerekek. Na, ez hogy fog üríteni ez a portkocsi, azt is nézzük meg. Remélem valamilyen szinten az autentikusan. Ja, frankon kinyitja, átulját csak. Oké, srácok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, várlak benneteket a következő résszel is. Írjatok kommentet, hogy hogy tetszik szerinted nektek ez a két jármű. Szerintem tök jó mind a kettő. Oké, hogy a Fiat az egy kicsit fiatalabb, de ugye amit mondtam, hogy a Caterpillarnak a helyettesítésére készült leginkább, vagyis azért raktam bele a videó sorozatba. Mivel ugye voltak ilyen traktorok már 1930 környékén, csak sajnos mod nem készült belőlük. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!